Gratulálok a srácoknak, főleg a második fél idője. Hát igen, de most elég jó kezdtük a meccset, tehát mondjuk rá az első 5 percet, úgy elég jó fizikálisan koncentrálva kezdtük a meccset, és utána, mikor nem tudom, mentünk 9-2-vel, vagy olyas valami, akkor megálltunk megint, ugye? Mind is megálltunk, de azt hiszem, hogy a Sopron is kicsit jobban kezdett játszani, de valahogy túléltük azt az első fél időt mínusz 5-tel. De 40 pontot kaptunk, tehát sok pontot, tehát nem voltunk megint, nem voltunk jók. Igazából a legnagyobb probléma volt, hogy eladtunk 12 labdát eladtunk az első fél időben, tehát az nagyon rossz, de úgy, hogy ilyen tenisz, ahogy mondják, unforced errors. Úgyhogy passzanna kicsúszik a labda a kezéből, meg ilyen, tehát az ilyen, azt hiszem, ilyen kicsit koncentráció hiány. De olyan a másik fél időben, meg amit mondta, igen, tehát az első fél időben dobtunk a triplákat 1-10-ből, tehát, de amúgy jó helyzetek voltak. Tehát azt meg kell mondani, nem dobtuk be, és utána, amikor bedobtunk néhány triplát kintről, akkor elkezdődött ez a kinti-benti játék, és akkor szerintem már kezdtük úgy nagyjából kontrollálni a meccset, de srácok, és most mondtam azt, hogy ott a végén, tehát egész meccsen az volt a volt egy ilyen kis worm, hogy mondják magyarul? Jó, miért? Mert ugye a Sopron nyert Kaposváron, úgyhogy mínusz 10, 1-37 végig, és a végén kiharcoltak hosszabbítást, és nyertek hosszabbítást. Tehát amit mink ott műveltünk utolsó 2 percben, oké, nagy volt a különbség, de az úgy nem élik egy komoly csapatnak, hogy úgy egyszerűen megállunk. Ezek meg nem álltak meg, tehát ezek próbálkoztak, de nem adták fel, de az egy kicsit úgy nem jó esett, vagy az nem volt egy jó történet, de az a fontos a végén, hogy nyertünk, meg remélem, hogy most már kicsit, mert ezek a hullámvölgyek, amik voltak még a szezon elején, most már egy kisebbek, azt is meg kell mondani, de az is van egy picit, hogy kicsit a rotációval nem vagyunk túl mélyek. Igazából először is mondanám, hogy nagyon örülök a győzelemnek, nagyon fontos volt, meg így összességében ennek a három zsinór győzelemnek, mert megmutattuk, hogy hullámvölgyekkel igaz, de meg tudjuk nyerni a meccseket, tehát hogy ez fontos, hogy tudjunk nyerni. Most ugye kicsit felbomlott ez a minta, hogy rosszul kezdünk, ugye eddig az volt, és utána jól, most jól kezdtünk, ahogy a Duca is mondta, a második negyed volt egy kis hullámvasút, de igen, a harmadik negyedben jöttek tulajdonképpen azok a dobások, amik az első fél időben nem ültek. Örülök, hogy nekem is, és utána a csapattársak, tehát ott egymás után azért elég sok hármast be tudtunk dobni, ami adott egy lendületet, és igazából ez tartott ki a végéig, mert tényleg ott az utolsó 4-5 percben szintén kicsit, hát akarva, akaratlanul kicsit elkényelmesedtünk, és a saját dolgunkat nehezítettük meg, azt gondolom, de tényleg még egyszer örülök a győzelemnek, gratulálok a Sopronnak is, és ezt most ünnepeljük, örülünk neki, aztán hétfőtől pedig a következő meccs, ugye a Falco, ami idegenben az egyik, hanem a legnehezebb meccs a szezonban, úgyhogy azon leszünk teljes erőnkkel. Azt gondolom, az első fél időben mindent végrehajtottunk, amit megbeszéltünk, a figuráikra készültünk és jól játszottunk csapatként, viszont a harmadik negyedben nagyon sok pontot kaptunk, talán 33-at szám szerint, ez nagyon sok volt, nyilván voltak extra dobások is, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ilyen meccseket is tudjunk nyerni, ahhoz az össze kell zárunk csapatként, és nem szabad egy-egy extra kapott dobás után is feladni az egész mérkőzést, és azt gondolom, akkor több esélyünk lesz a győzelemre. Így van, az első fél időt úgy, hogy tudtuk kontrollálni, aztán harmadik negyedbe beköszöntött az, ami a rövid zárlat, a
a fegyelmezetlenség, rossz döntések, elvesztettük az önbizalmat avval, hogy bedobott mondjuk a Bálint, Mocsán Bálint olyan extra dobásokat, amire készültünk figura szinten. Nem tudtuk ezt kontrollálni. Nyilvánvaló volt, hogy az első félidő dobó százalékát nem fogja folytatni a Debrecen. Be is jöttek a dobások, felhívtam rá a figyelmüket, hogy ez változni fog. Nem értünk ki, nem tudtuk, hogy kiről hogy kell segíteni, tehát úgy, ahogy fáradunk, úgy a koncentráció esik szét. A mérkőzésen nyilván nem tudom megállítani és mondani, hogy akkor állj meg, ne őrüljél meg. Ezen tovább kell dolgoznunk. Ami nagy gyengeségünk volt, ahogy érkeztünk erre a mérkőzésre, hogy alsó poszton ugye hiányzott egy rotációból egy ember. Ezt viszonylag szépen meg tudtuk oldani, tehát Molnár Marcinak és Söricsinek nagyon örülök a teljesítményhez. Nyilván ez nem volt elég. Fegyelmezettség és a hit és a koncentráció és saját magunkat legyőzni, ez a jövő kulcsa.